Új mentőautó segíti a mentőszolgálat szikszói bajtársait a gyorsabb és hatékonyabb betegellátás érdekében. Az országos mentőszolgálat fejlesztését a kormány prioritásként kezeli, melynek számos eleme van, mint például a mentőautó beszerzések. Így az előző évben mintegy 200 darab mentőautó cseréje és azok mentés technikai eszközökkel történő felszerelése 9,82 milliárd forintból valósult meg. Ebből a keretből szerezték be a jelenleg átadásra kerülő gépjárművet is, amely a szikszói mentőállomáson segíti majd a betegeket. Egy óriási fejlesztés valósult meg itt szikszói mentőállomásunkon is. Ez annak a 1000 mentőautónak az egyike, amit az elmúlt 10 évben szereztünk be, és annak a 82 mentőegységnek, amit az elmúlt egy évben vásároltunk kormányzati forrásból. Nem csak Budapest nagyvárosokban, hanem az ország minden pontjára igyekszünk új mentőegységeket telepíteni, mivel frissítjük a meglévő flottát. Itt most már szikszón is elértük azt, hogy gyakorlatilag 5 év az átlag életkora a mentőautóinak, ami országosan is igaz, 5 év alatt van annak a mentőautók átlag életkorai, ami nem csak azt jelenti, hogy a bajtársainak, hanem a betegeknek is egy nagyobb biztonságot és magasabb szintű ellátást tudnak nyújtani ezek a mentőegységek. Sok kilométert tesznek meg itt a Szikszó és az Emblén útjain ezek a mentőegységek, javarészt a Miskolci kórházba szállítják a betegeket, ezért nagyon fontos, hogy mindig modern, megbízható és új autók legyenek azok, amikkel ezeket a szállításokat végezzük. A szikszói mentőállomásunkon két alapszintű mentőegységünk van, ezek a mentőgépkocsik, ez is, amit mögöttünk látunk, ez a mentőautó is egy mentőgépkocsi. Ez egy mentőápolót és egy mentőgépkocsi vezető szolgálatát tartalmaz a minden műszakban. Ez azt jelenti, hogy bármilyen ellátást meg tudnak kezdeni az úrszésen át a szülésvezetésig, és szükség esetén egy magasabb szintű eset vagy rohamkocsi tud nekik segítségül jönni. Ez ilyen mentőautó gyakorlatilag felszerelve mintegy 40 millió forint összértéket képvisel. Az elmúlt időszakban is adtunk át autókat a Miskolci mentőállomáson, és itt az Emblémben még várhatóan fognak jönni új mentőegységek, nem csak a következő hónapokban, hanem a következő években is, hiszen egy folyamatos megújításon és beszerzésen vagyunk túl. Mindenképp a köszönet és a hála, amit itt el kell, hogy mondjak, hiszen ahogy főigazgató úr is említette, egy nagyon nehéz másfél év van mögöttünk. És az, hogy az egészségügy dolgozói, a mentő állomás dolgozói itt voltak és segítettek minden helyzetben, szerintem egy óriási dolog, és abszolút a lakosság és az itt élő embereknek is egyértelműen segítettek itt a Covid helyzetet túlélni, és mindig lehet számítani a mentősökre. A régiónk 3 megyét tartalmaz, Borsod-Abaúj, Zemplén megye, Heves megye és Nógrád megye. Ebben a 3 megyében 44 mentőállomásunk van és 3 mentési pontunk. A dolgozói létszám megfelelő, teljesen feltöltött, és most már elmondhatjuk azt, hogy minden mentőgépkocsink ez a új típusú sárga mentőgépkocsi tulajdonképpen, hát ezeknek a cseréje nyilván az évek alatt folyamatosan történik. Nagyon nagy számú futott kilométert teszünk meg, és éven a régióban körülbelül 100 000 esetet, vagy valamivel többet látunk el. Ez nyilván most a pandémia valamelyes növelte ezt az esetszámot. Tehát most a 2021 évi statisztikában valószínű valamilyen emelkedést azért még ezen túl is fogunk látni. Hogyha itt a mentőállomás bármely dolgozójával találkozok, mindig elmondják a mentőállomásnak a helyzetét, az, hogy ezt egy kicsit fel kellene újítani, úgyhogy mi azon fogunk dolgozni itt az elkövetkezendő időszakban, hogy ez a mentőállomás fel tudjon újulni. Úgy tűnik, hogy ezekre lesz is lehetőség a közeljövőben, úgyhogy én bízom benne, hogy ez sikerülni fog. Az országos mentőszolgálatnak az épület állománya az, ami talán még egy kis rekonstrukcióra, egy fejlesztésre szorul. Évek óta zajlanak különböző európai uniós és helyi pályázatok és önkormányzatok segítségével, akár amelyeknek a során kisebb-nagyobb javításokat, felújításokat, esetleg új mentőállomásának az építését tudjuk elvégezni. A KEHOP forrásból fogunk például több mentőállomáson energetikai fejlesztéseket végezni, nyílászárókat cserélni, fűtésrendszert korszerűsíteni. Mi is egyre nagyobb hangsúlyt fektetünk a zöld energiára, tehát elég sok állomást tudunk felszerelni napelemmel például. Itt a szikszói mentőállomás szintén megérett arra, hogy egy jelentős rekonstrukción essen keresztül. A tavalyi éven egy külső forrásból történő segítséggel sikerült a garázsajtókat szekvenciális elektromos garázsajtók áttenni, ez a kivonulás sebességét jelentősen tudja növelni, de hát ez csak egy lépés ahhoz, amit egyébként ez a több évtizede itt álló mentőállomás megkíván. Most folyik például a tárgyalás arról, hogy az önkormányzat, az országos mentőszolgálat milyen segítséggel tud hozzájárulni ahhoz, hogy ennek az épületnek is a fejlesztése mi hamarabb és a megfelelő minőséget elérve megtörténessen.